A judóban nagyon fontos a ritmus, hiszen a sportolók mozgása olykor egyfajta tánchoz is hasonlíthat. De vajon a táncban is fontos lehet a judó? Tatami és színpad, judós és táncos, nézzük, mi történik, ha találkoznak. Bármilyen furcsán is hangzik, de a judó és a tánc találkozása nem ördögtől való ötlet. Na persze, nem így. Lehet ezt a két mozgásformát professzionális körülmények között is ötvözni. Pontosan erre vállalkozott a Veresi Küzdősport Egyesület és az EGRI Gárdonyi Géza Színház tánctársulata. Táncművészek és harcművészek álltak párba, hogy továbbfejlesszék saját gyakorlataikat és képességeiket. Hát először kisfiam kezdett el judózni egyébként Veresen a judóklubban, és az egész millió családias volt, Illés Gyula által képviselt munkamorális módszerek az alapvetően szimpatikus volt, majd a feleségem is elkezdett judózni. És így volt egy kapcsolat, és Gyulával beszélgettünk, hogy a tánc és mozgás, judó és mozgás, az egyszerűen közös. Így ahogy van néző, kortárs táncszervékekkel dolgozunk, ott a kontakt táncban a harcművészeti elemek természetesen megjelennek másképp. De ezért érdekes a dolog, hogy tanulunk egymástól, és pillanatokon belül, amit itt keményen tompítanak, azt mi pont elvezetjük. Tehát arról szól, hogy minél puhább legyen. Ezek különbségek, de attól a bázis mozgás, a naturális mozgás ennek a dolognak, az organizmusa, az ugyanaz. Amit a Dórinak mondtam az előbb, több helyen észrevettem, hogy amikor összefogod, egyből megyünk le. Volt egy olyan ötletem néhány évvel ezelőtt, hogy ez a judó ugye nagyon szép mozgás és nagyon sok minden ad lehetőséget, hogy akkor a kortárs táncosokat tanítsuk meg judó mozgásra, amit színpadra tudnak vinni. Így jött az ötlet, és így lett ebből a barátságból egy még szorosabb kötelék, immáron judós táncos kötelék. A táncban néha használunk ilyen mozdulatokat, de azért annak nagyobb része inkább színjáték, mint sem tiszta fizikalitás, és itt most tulajdonképpen erről van szó, a tiszta fizikalitásról. Úgyhogy nagyon izgultam, annyira segítőkészek itt a fiúk, meg a Gyula is, hogy tényleg fantasztikus dolgokat tanultunk tőlük, és mondtam is most pont a Dávidnak, hogy már volt olyan, amiket beépítettünk így egy-egy duettbe, vagy egy-egy ilyen verekedős jelenetbe, úgyhogy már volt haszna. Nekem ez életem első judó edzése. Úgyhogy rendkívül izgatott voltam, meg hát bevallom őszintén féltem is, mert soha nem csináltam ilyet. A formagyakorlatoknak a mozgásanyag egyetlen judó olyan sok mindenre ad lehetőséget, mint sporták, hogy ebből szerettem volna átadni egy csokrot nekik, amit akár színpadra is tudnak vinni. Megtanulnak színpadon is, akár nem szőnyegen, biztonsággal talajt érni. Kortárs tánc technika lévén ugye használunk kieséseket, ugrásokat, vetődéseket, de hát egészen más így tanulni profitól, akik ahonnan egyébként valószínűleg a kortárs tánc is felhasználja a különböző harctechnikai elemeket. A judós a táncostól a plaszticitást, finomabb mozgást tudja megtanulni, a táncos pedig az energia továbbvitelét, az okos energia használatot. És ez nagyon hasznos mindenkinek a számára szerintem. Minél több perspektívából közelíti meg az ember a mozgást, annál színesebb lesz a mozgáskészlet, és annál jobban tudja használni a testét. Tehát szerintem fontos, hogy minél szélesebb legyen a skála, amiből válogatunk. Százszor lazábbak, mint mi vagyunk, tehát hogy csak néztem, hogy teljesen természetesen csináltak olyan dolgokat, amit életemben soha nem tudtam elvégezni. Olyan, mintha átugranánk a mozgástanulás néhány fázisát, mert hogy rögtön kapom vissza azokat a mozgás elemeket, amiket átadtunk. Ez is egy nagyon fontos dolog, az a fajta elfogadás egymásnak akár a fizikai vagy adottságainak, korlátainak a tiszteletben tartása, az egy nagyon fontos dolog szerintem, és ez most megtörténik. Visszanézve színpadon, vagy a televízióban, vagy színházban, tehát ez egy nagyon nagy öröm, hogyha az ember látja a saját sportágát bármilyen picit is egy színpadi körülmények között.